Sziasztok! Én Szám Tomás vagyok, a Supercharge Frontend csapatának fejlesztője, és mai előadásom során a responszív képhasználatról szeretnék beszélni. Valószínűleg sokatokkal megtörtént már, legalábbis velem biztosan, hogy feltöltöttem egy magas felbontású képet a weboldalamra, ami tök jól nézett ki egy nagyobb képernyőn, viszont mikor egy felhasználó mondjuk mobilról érkezett a weboldalra, akkor már az sokkal lassabban töltött be, pontosan a magas felbontás és ezáltal a magas fájlméret miatt. Annak érdekében, hogy ezt a problémát megfixáljuk, megtehettük persze azt, hogy feltöltöttünk egy alacsonyabb felbontású képet, viszont ebben az esetben meg azok a felhasználók, akik egy nagyobb képernyőről érkeztek, már egy rosszabb minőségű képet kaphattak. És ugyanakkor az okostelefonnak a fejlődésével, illetve ezeken felül a diszpléjeknek a fejlődésével igényé vált az, hogy különböző pixelsűrűségű eszközökön különböző felbontású képeket jelenítsünk meg. Ezeket a problémákat igazából, amiket most én itt felsoroltam, tehetjük be a resolution switching problémája alá, ami tulajdonképpen onnan ered, hogy most már a felhasználónak több mint a fele az mobilon keresztül érje el a webet, és ezáltal fontos az, hogy weboldalainkat responszívan készítsük el, illetve hogy maguk a képek is responszívan működjenek rajta. De hogyha már responszív képkezelésről beszélünk, akkor nem csak a resolution switchingnek a problémája merül fel, hanem az árverésnek a problémája is, mert tulajdonképpen annyit jelent, hogy két különböző képernyőn két különböző képet szeretném mutatni. Erre a legjobb példa az, ha mondjuk van egy landing page-ünk, amin van egy gyönyörű szép nagy landscape kép, és ez tök jól mutat egy nagyobb képernyőn, viszont ugye, ahogy összezsugorítjuk a képernyőt egy mobil méretre, azon már ez a landscape kép nem fog jól mutatni, ilyenkor sokkal érdemesebb inkább egy portréképet használni. De még mielőtt belemennénk abba, hogy mi fejlesztők hogyan is tudjuk ezeket a problémákat megoldani, azért tisztázni szeretnénk még néhány alapfogalmat. Az első ilyen az a felbontás, amit jellemzően úgy adunk meg, hogy a horizontális pixelek, illetve a vertikális pixeleknek a szorzataként, tehát például itt a képen látható Full HD monitor esetén azt mondhatjuk, hogy ez egy 1920x1080-as felbontású képernyő. Nyilvánvalóan, hogy ezt a két számot összeadjuk, akkor pedig megkapjuk a teljes pixel állományt, ami a képernyőn található. Viszont számunkra, ami már egy fokkal érdekesebb lesz, az az, hogy magát a pixel sűrűséget, vagy pixel density-t hogyan fogjuk kiszámolni. Ugye van itt most ez a példa eszköz, aminek horizontálisan van 1440, vertikálisan pedig 2560 pixel. És hogyha ezeket a számokat a négyzetre emeljük, majd összeadjuk, akkor megkapjuk azt a bal oldalon látható 8600 körüli értéket. Hogyha ennek a gyökét vonjuk, és ezt a számot elosszuk az eszköznek az átmérőjével, ami jelen esetben 5,5 inch, akkor megkapjuk ezt az 534 PPI-os értéket. De hogy mi is az a PPI? A PPI igazából pixel per inch-et jelöl, és azt mutatja meg számunkra, hogy egy inchnyi területen hány individuális pixel helyezkedik el. Alapjáraton azt mondhatjuk, hogy minél nagyobb a PPI értéke egy készüléknek vagy egy képernyőnek, annál élesebb képet fogunk kapni. Persze hozzá kell tennünk ez azt, hogy a szemnek van egy bizonyos határa, és például mondjuk mobil készülékek esetén, hogyha mondjuk azt egy átlagos látótávolságból nézzük, akkor körülbelül a szem olyan 300 PPI értékét tudja megkülönböztetni két kép között a különbséget, a fölött már nem igazán. Nyilvánvalóan, hogy ahogy ez a képernyő méret ez növekszik, tehát mondjuk ha egy monitorról, egy tévéről vagy egy mozivászorról beszélünk, akkor természetesen ez a PPI érték is változni fog. 2010-ben felismerve ezeket a dolgokat, az Apple, mikor bemutatta az iPhone 4-et, akkor vele együtt bemutatta a Retina Display-t is, aminek segítségével igazából egy sokkal magasabb pixel sűrűséget tudott elérni, mindezt megtéve úgy, hogy egy darab logikai pixelt egyenlővé tettek négy darab fizikai pixellel, és ennek az egésznek igazából az volt a célja, hogy maguk a szövegek, maguk a képek, azok sokkal élesebben jelenjenek meg, és amit már említettem is, hogy egy átlagos látótávolságban, hogyha a telefonunkat néztük, a szemnek igazából láthatatlanok legyenek azok a apró pixelek, amik megjelentek a szöveg, illetve a képernyőnek, vagyis a képnek a szélén. De akkor nézzük is meg azt, hogy a resolution switchingnek, illetve az árverésnek a problémáját, azt mi fejlesztők hogyan is tudjuk megoldani pontosan. Az első ilyen eszközünk az majd a source set lesz,
amit igazából a image tagen egy egyszerű attribútumként tudunk használni. Maga a source set az egy képforrásokból álló listát fog magában hordani. Fontos az, hogy ilyenkor is használnunk kell a sima source attribútumot is, hiszen vannak olyan böngészők, amelyek nem támogatják a source setet, és azoknak ez fallback értékként fog hasznára válni. Magában a listában egyébként, ahol most egy sárga kérdőjellel jelöltem a helyeket, oda majd egy specifikáció fog érkezni, ami alapján majd megmondjuk a böngészőnek azt, hogy mi alapján renderelje ki az adott képet. Ugye beszéltem már itt a pixel sűrűségről. A pixel sűrűség alapján három fő kategóriába sorolhatjuk az eszközöket. Vannak az 1x-es eszközök, ilyenek például a standard monitorok, vannak a 2x-es eszközök, amit már említettem is, például a retina displayek, ugye ahol 4 darab fizikai pixelt, 1 darab logikai pixelbe sűrítettünk bele, illetve vannak a 3x-es eszközök is, ahol pedig már nem egy 2x2-es sűrítés történik, hanem egy 3x3-as. És ugye, hogyha mi szeretnénk ezekre a különböző képernyő, vagy különböző pixelsűrűségű eszközökre különböző képeket megjeleníteni, akkor nagyon egyszerű a dolgunk, hiszen csak annyit kell tennünk, mint amit a listában látható három kép, mellé specifikálunk egy 1x-et, egy 2x-et, illetve egy 3x-es jelölést, és ezáltal tudtára adjuk a böngészőnek azt, hogy 1x-es képernyő esetén a small image-et jelenítse meg, 2x-es képernyő esetén a medium image-et, 3x-es képernyő esetén pedig a large image-et jelenítse meg. De nem csak azt tudjuk megadni a böngészőnek, hogy 1x-es, 2x-es, 3x-es képernyőn melyik képet jelenítse meg, hanem meg tudjuk pontosan azt is adni, hogy magának a képnek mi a szélessége, vagy milyen széles, és az alapján akkor a böngésző ki tudja kalkulálni a háttérben, hogy pontosan melyik eszközhöz, milyen pixel sűrűségű eszközhöz, milyen képet rendereljen ki. Ugye itt ebben a példában az első képem az egy 500 pixel széles kép, a második az egy 1000, a harmadik egy 1500 széles kép. Ami még fontos az az, hogy nem pixelben vannak megadva ezek az értékek, hanem egy ilyen W-vel jelöljük. Persze felmerült a kérdés, hogy oké, hogy kirendeleli ezek közül valamelyiket a böngésző, de hogy mi alapján kalkulálja is pontosan ki, hogy melyik kerüljön ki a képernyőre. Ezt szeretném egy nagyon rövid példán keresztül bemutatni, hogy ez hogyan történik. Vegyünk például egy iPhone X telefont, aminek a szélessége, képernyő szélessége 375 pixel, a device pixel ratio-ja pedig 3x-es. Ugye ebben az esetben vajon, ha az előző példánkat vesszük, melyiket fogja kirendelni a böngésző? A helyes megoldás, és most spoilerezek, hogy a large image-et, tehát a harmadik legnagyobb felbontású képünket, és ezt igazából egy nagyon egyszerű matematikai művelet alapján kalkulálja ki. Veszi az általunk specifikált képernyő szélességet, ami ugye ebben az esetben 500, 1000 és 1500, majd ezt elossza a képernyőnek a szélességével, ami ugye az iPhone X esetén 375 pixel, és hogyha ez az érték eléri a kívánt DPR értéket, ami ugye a 3x miatt most jelen esetben 3, akkor azt a képet fogja kirenderelni a weboldalunkra. Úgyhogy ezt most végigvezetjük, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy 500-ban a 375 az 1,3, tehát kisebb mint 3, ezért átugrik a small image-ről a medium image-re a böngészőnk, 1000-ben a 375 az 2,67, még mindig kisebb mint 3, tehát a medium image sem tesz eleget, ezért átugrik a large image-ra a böngészőnk, és 1500-ban a 375 már egy nagyobb értéket fog adni, mint a 3, ezért ezt a képet fogja kirendelni. Persze ebben az esetben egyébként, hogyha ez nem 4-et, hanem egy 3-nek kisebb értéket adott volna, akkor is ezt rendelte volna ki, mivel ez a legnagyobb felbontású kép a listánkban. Viszont, hogyha mondjuk például most nem egy 3x-es eszközről beszéltünk volna, hanem mondjuk egy 2x-esről, akkor ugye már a medium image-et választotta volna ki a böngészőnk, hiszen már ott elértük az adott DPR szintet, a 2-t. Tehát akkor összességében azt mondhatjuk, hogy miért is jó a source setet használni. Ugye megoldottuk azt a problémát, hogy nem mutatunk mobilon fölöslegesen túl nagy felbontású, túl nagy fájl méretű képet, illetve megoldottuk azt a problémát is, hogy nagyobb méretű képernyőkön viszont nem használunk kevésbé minőségi, kisebb felbontású képeket, és emellett ugye különböző pixel sűrűségű eszközökre is tudtunk különböző felbontású képeket mutatni. És ilyenkor, amikor azt hinné a fejlesztő, hogy nyugodtan hátradőlt, hiszen elvégezte megfelelően a dolgát, akkor jön a designer és megkér minket arra, hogy
Jaj, de szuper lenne, hogyha azon a telefonon, hát inkább egy portréképet jeleníteném meg. És ugye ez pontosan az art directionnek a problémája, amit már korábban ugye említettem, de semmi probléma, hiszen megtanultuk a source-et használni, hát akkor használjuk ehhez is. Ugye itt annyit teszek csak, hogy a listában megadok egy random portréképet a legkisebb felbontáshoz, majd a másodikhoz, illetve a harmadikhoz pedig már egy landscape képet fogok megadni. És ez a példa tökéletesen működik egészen addig, ameddig a felhasználó egy 1x-es eszközről érkezik a weboldalunkra. Viszont onnantól kezdve, hogy már egy 2x-es vagy 3x-es eszközről érkezik, onnantól kezdve már pontosan az előzőben megvizsgált kalkuláció miatt tudjuk azt, hogy a böngészőnk nem a legelső 500 vides képet fogja kirenderelni, hanem bizony a másodikat vagy a harmadikat, ami egy landscape kép, és nekünk ebben a szituációban pont ez lett volna a lényeg, hogy mobilon ne egy landscape képet, hanem egy portréképet mutassunk, tehát a source-et ebben az esetben nem tudjuk használni önmagában. Akkor mit tudunk tenni? Ilyenkor jön a képbe a picture tag, ami igazából aminek az, igazából az implementációja nagyon egyszerű. Maga a picture tag az egy wrapper element, CSS-t nem tudunk rá külön írni, viszont a benne elhelyezett image tagre már tudunk CSS-t írni, és ezen az image tagen ugyanúgy kell egy source attribútumot is meghatároznunk, amit természetesen ugye azok a böngészők fognak fallbackként használni, amelyek a picture tag-et nem támogatják. És ezen kívül még meghatározunk különböző source tageket. Ezek a source tagek rendelkeznek kétfajta attribútummal, az egyik a source-et, ez igazából ugyanúgy egy képforrásokból álló listát fog tartalmazni, és ugyanúgy specifikálni tudjuk benne a képeket különböző pixelsűrűségű eszközökre, viszont meg tudunk adni különböző média queryket is a média attribútum alatt, ami egészen hasonló lesz ahhoz, mint hogy a CSS-ben is megadunk média queryket, és így tulajdonképpen ezen a példán azt mondhatjuk, hogy a legkisebb képernyőn szeretnénk, hogyha ez a mobile small, mobile medium, mobile large image jelenne meg, 600, illetve 960 pixel között már ezeket a tablet képeket szeretnénk látni, illetve a desktopon 960 pixel fölött pedig már a desktop képeket szeretnénk, hogyha megjelennének. Érdemes ezt azért itt megnézni, hogy ott az URL-ben jelölt kép szélességek, azok képernyő méretenként növekednek is. És igazából itt az utolsó szlájdomon szeretnék egy összképet adni az egészről, hogy hogyan is oldjuk meg a picture taggel az art direction és a resolution switchingnek a problémáját is egyben. Ebben az esetben igazából nagyon egyszerű a példa, az volt a célunk, hogy mobiltelefonokon egy kört mutassunk, desktopokon pedig 1024 pixel fölött pedig egy háromszöget, és magával ezzel az 1x-el, 2x-el, 3x-el pedig jelentettük volna azt, hogy különböző felbontású eszközökön, vagy különböző pixelsűrűséggel rendelkező eszközökön mi egyre nagyobb felbontású képeket jelenítünk meg, ezáltal is biztosítva azt, hogy például a 3x-es eszközön már egy sokkal részletdúsabb kört kapunk, mint mondjuk a szegény iPhone első generációs eszközön. És igazából remélem, hogy sikerült bemutatni mindazt, amire a picture tag és maga a source-et használható, illetve azt is, hogy mikor érdemes ezeket használni, és remélem, hogy sok emberek meg tudtam hozni a kedvét arra, hogy ezt kipróbáljam. És igazából, hogyha bárkiben bármilyen kérdés még a későbbiek során felmerül, akkor keressen bátran az e-mail címen keresztül, hogy most a szlájdon látható. Úgyhogy szeretném megköszönni még egyszer a figyelmet, és további jó meetupot kívánok!